Régmúlt idők dicsőségére emlékeztet a romos aracsi puszta templom. Elsődleges állapotában még István király építette. Útba ejtettük, mert Natasával a szerb húsvétot Mokrinban, illetve magyarul Homokréven akartuk tölteni. Útközben a Kikindai Múzeumban a bánáti étkek receptes könyvét is beszereztük. Mokrin természetéről, meg a túzoklegelőknek nevezett természeti rezervátumáról ismert, ahol még megtalálható ez a kihalófélben lévő madárfaj. Natasa barátai, akik Újvidéken fejezték be az egyetemet és visszatértek a faluba, aktívan részt vesznek a védelmében. Itt ismerkedtünk meg a híres mokrini Gunár viadalok győztesének gazdájával, aki a szállásán készíti fel a ludakat a harcra. Azt, hogy hogyan válogatják a helyiek a legkeményebb tojásokat a húsvéti tojástörő világbajnokságra, a bírától tudtuk meg. Megkóstoltuk a mokrini leveles sajtot, meg a csiknek nevezett tészta különlegességet, ami nem más, mint sufnudli.